Az átlátszó.hu-n olvashatnak egy összeállítást a Tiborcz család, hát nem is vagyonosodásáról, hanem gazdasági, üzleti szférában való feltöréséről. Nagyon gyors sikert értek el, új piaci szereplőként 3 milliárd forint fölé tudták emelni éves forgalmukat az átlátszó információi szerint. Erre mondja azt a DK, és azon belül Kerékpárci Szabolcs, hogy vagyon elszámolásra szólítják fel Orbán Viktort. Kerékpárci Szabolcs a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az milyen az a vagyon elszámolás, vagy ez hogy kell elképzelni? Annál torokszorító, mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, és felháborítóbb ez a téma, mert ugye ma a szegénység elleni küzdelem világnapja van, és hát pont ezen a napon is kell azokkal a visszaélés gyanús ügyekkel foglalkozni, amikkel mi is foglalkozunk. Hadd mondjam azt, hogy az a téma, hogy ma Magyarországon 4 millió szegény van, és emellé rakunk például egy ilyen ügyet, az irtózatosan kihozza azt a kontrasztot, amiről a DK is beszél, és próbálunk ezzel kapcsolatban valamit tenni. Itt annyi történt, és nem foglalkoznánk vele, hogyha két, mit tudom én, zseniális képességű emberről lenne szó, vagy hát egy lehet, fantasztikus hogy azok. Találmányról. Tudjuk, hogy nem azok. Közbeszerzési eljáráson. Közbeszerzési eljáráson, és mi az ügy? Ez az zsenik ügy, is indulhatnak közbeszerzési eljáráson. Igen, csak akkor, amikor két hónappal korábban, vagy három hónappal korábban alakul egy cég, mert ugye itt erről volt szó 2009-ben, és megrendelést kapnak egy nyakig eladósodott fideszes vezetésű önkormányzattól Hódmezővásárhelyről. A közbeszerzés ugye azt jelenti a nézők kedvére, akik ebben nem járatosak, hogy ez állami pénz. Tehát adófizetők által megtermelt pénzt adnak megbízási díjként önkormányzatoknak. És ott mit kellett csinálniuk Hódmezővásárhelyen? Lámpatesteket, közvilágítást kellett kicserélni, ez megismétlődött. Most Vesztergomba van nagy szükség. Igen, de hát megismétlődött ez a Tiborcz féle cégnél, Szolnokon, Siófokon és máshol, Szegeden ott voltak egy ilyen napenergia projekten. Rendre úgy döntött a közbeszerzési döntőbizottság, amelyiknek egyébként a vezetője 2011-ig a közgép igazgatóságában ült, hogy mindig az ES Holding, illetve annak vállalatai vagy mutáció, az ES, EOS Innovatív, Elios ZRT, ezeknek a javára döntött. De jó, tehát nem vagyunk hülyék, tehát nyilván mindenkiben azonnal a gondolat, meg a kis hangyácska elindul, hogy jaj, tehát Tiborcz, nem ő az, aki elvette Orbán Viktor, de tehát Orbán Viktor vejéről van szó. És akkor innentől kezdve maximum lehetnek ilyen rossz sejtései az embernek, hogy esetleg ő azért kapott munkát, mert Orbán Viktor veje, vagy már akkor megkapta, amikor még csak udvarló volt, de már lehetett valahonnan tudni. Én például nem tudtam, hogy Orbán Viktor lánya kivel jár, de mondjuk én nem is írok ki közbeszerzéseket. De bizonyíthatóan, mi az, ami bizonyítható? Nem lehet, hogy eszement jó, tehát nagyon-nagyon jó innovációval léptek fel, lehet, hogy tényleg ők gyártják a legjobb lámpatesteket, vagy nem tudom miket, és lehet, hogy ők adták a legjobb ajánlatokat. Hát lehetne ezt a kérdést föltenni Svédországban, Norvégiában, Új-Zélandon, vagy éppen Dániában, amelyek transzparens, átlátható, tisztakezű demokráciák és tisztakezű kormányzataik vannak. Magyarország nem ilyen. Sorozatban látjuk, hogy a közgépen keresztül, meg más vállalatokon keresztül, hogyan szivattyúzzák ki a én általa, mások által megtermelt pénzeket, hogy épülnek stadionok Orbán Viktor szülőfalujában, vagy stadion, és így tovább, és így tovább. Tehát nem tudunk jóhiszeműek lenni, ugye ön azt próbálta talán sugallni, hogy legyünk talán jóhiszeműek, mert lehet, hogy itt erről van szó. Nem lehetünk jóhiszeműek. Amikor azt olvassuk szeptember elején, hogy Orbán Viktor vett egy ingatlant, ennek nem tudunk felhőtlenül örülni, már pedig nagyon jó lenne honfitársaink gyarapodásának örülni, de nem igazolják a vagyonbevallási tények például ezt a tényt. Semmi nem támasztja alá, hogy miért kell, és az átlátszóhu több oldalon keresztül foglalkozik azzal, hogy kik voltak a versenytársak, kik nyertek adott esetben közbeszerzéseket, hogyan döntött mégis egy-egy
egy önkormányzat az ES holding javára. Túl sok a gyanú ezzel kapcsolatban. De mi hogy azt... számoljon el? Tehát Orbán Viktor vagyonelszámolása az hogyan? Tehát kérem szépen, van egy politikus, aki az elmúlt 23 év során politikus Orbán Viktor. Soha nem dolgozott a magánszektorban. Az átlagnál lényegesen jobban keres egy miniszterelnök vagy egy parlamenti képviselő, de nem keres még egy miniszterelnök, még egy államelnök sem, még akkor sem, hogyha van állam által biztosított lakása vagy háza, hogy ebből vagyont tudjon építeni. És ez így helyes. Tessék elszámolni azzal, hogy hogyan fér össze a demokráciával, a jogállammal, a kereszténydemokrata értékekkel, amelyeket hangsúlyoznak, hogy vagyon tekintetében és közpénzek tekintetében miért preferálják a családot, a pereputyot, a pártagokat? Na de azzal hogy kell elszámolni? Értem én, ez legfőképpen morális kérdés, erkölcsi kérdés, tisztasági kérdés, olyan szempontból, hogy átláthatóság, amire ön is célzott már az előbb. Orbán Viktor vagyona, vagyonbevallása, vagyongyarapodása az egy dolog, de ez most a Tibor családé, tehát itt most erről Orbán Viktor mit számoljon el? Azt teheti, hogy gyakran a közgép alvállalkozója volt. Itt ez egy, én ezt úgy fogalmaznám meg, ez az én véleményem és meggyőződésem, hogy ez egy maffia kormány és egy maffia állam, ahol mindenki szem a láncban, ahol megvannak azok a vállalatok, ahol közvetlenül pártpolitikai érdekeket képviselő emberek ülnek. Még egyszer mondom, a tisztelt jogászok kedvéért, ez az én véleményem. Könyvek is születtek ebből, vannak újságírók, nagyon bátor emberek, akik rendszeresen írnak ezekről a kérdésekről. Debreceni József most ír egy könyvet éppen erről az egész Simicska Birodalomról, megjelenik remélem minél előbb. Tehát ne legyünk naívak, ne játszunk úgy, mintha ez a dolog nem létezne. Erről szól a maffia, erről szól egy átláthatóságot gátoló kormányzat, erről szól Oroszország, erről szól Fehér Oroszország, erről szól ad abszurdum Olaszország, hogy egy Európai Uniós államot is mondjak, hogy van egy olyan hagyomány, egy nagyon kártékony hagyomány, amelyik a közpénzekkel nem felelősen bánik, amelyik az emberek felé eljátszik egy cinikus játékot, majd arról vitatkozunk, hogy vajon ez igaz lehet, vagy nem. Hát itt vannak a számok, itt vannak a tények. Na jó, minden esetre erről valószínűleg ez az elszámolás, ez majd a választók dolga lesz akkor, amikor az X-et ide vagy oda húzzák. Ezt is szorgalmaztuk, igen. A választással kapcsolatban mondja meg nekem, bár lehet, hogy inkább Gyurcsány Ferenctől kellene személyesen megkérdeznem, de hát ha van valami ötlete, hogy ezt most Gyurcsány Ferenc a mai napon miért csinálta. Tehát jobb, ha nem tudjuk, hogy honnan vándorolt a pénz a szocialistákhoz, mondja Gyurcsány Ferenc, aki egyébként elnöke is volt, de utal is erre, hogy voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk. Hát erre most mi szükség volt? Most miért kell belerúgni az MSZP-be? Egy kérdésre válaszolt. Párt és kampányfinanszírozás rettenetesen fontos kérdés. Nagyon jó, hogy fölteszi, és köszönöm szépen, mert pont a transzparenciáról szól. Nem egyszer voltam még MDF-es szóvivőként, politikusként itt az ön stúdiójában is, ahol beszéltünk arról, hogy milyen cinizmus ez a 70-30, ugye, ami Távid Ibolya dobott be a közéletbe, Mongatilái könyvet írtak erről. Pontosan szakmányban tartottuk a sajtótájékoztatókat, én magam is, Margit híd felújítása, parkolás Budapesten, és itt most tovább. Most ezt miért kell egy Gyurcsány Ferencnek éppen egy újságírói kérdésre előtte válaszol. Előtte egy, utána még egy perc, meg az ellenzéki összefogást. Mindig erről beszéljük. Na, de aki az ellenzéki összefogást hangsúlyozza, hogy csak együtt meg le kell váltani, akkor az miért rúgdossa azt, akivel össze kell fogni? Akinek nem inge, ne vegye magára. A Gyurcsány kormány 2006 júniusában, hogy valami nagyon jó pozitívumot mondjak az elmúlt 8 évből, benyújtott egy igen kiváló törvényjavaslatot párt és kampányfinanszírozás átláthatóvá tételére. Az a kormány ezt benyújtotta. Volt egy cinikus játék, ön is talán emlékszik erre, összpárti parlamenti egyeztetések, elgáncsolták a nagypártok lényegében ezt a kezdeményezést. Az Eötvös Károly Intézet, a Transparency International, mások is előjöttek ezzel. Tessék! Nem ingünk, nem vesszük magunkra, üljön le a három nagy párt, meg az összes többi párt, és mondják azt, tegyenek egy
kamerák előtt egy vállalást, hogy amennyiben kormányra jut a demokratikus oldal, mondjuk azt a törvényjavaslatot egy hónapon belül benyújtják a parlamentnek. Ez lenne az igazán jó válasz. A DK mindig is őszintén fog beszélni ezekről a kérdésekről. Nem kell megsértődni, azt kell mondani, hogy tessék, felállunk. Elhiszi-e valaki, hogy 386 millió forintból kampányolt itt valaki az elmúlt 10 évben egy párt? Soha nem hiszük el, csak most nem ezt kérdeztem. Legközelebb folytatjuk. Köszönöm, hogy itt Köszönöm én is.